Sziasztok! Kérdésekkel vagyunk itt, mama. Kérdések, amik én teszek fel magamnak, aztán pedig a gyerekeim nekem. Első kérdés. Ki vagyok? Hát én egy egyszerű asszony vagyok, anya, aki négy gyereket nevel. Van 17 éves ikreim vannak, lány és fiú. Aztán van egy középső fiam, ő 7 éves, és a legkisebb 5 éves. Van három fiú és egy lány. Miért vagyok itt, mama? Hát azért vagyok itt. Tanúbizonyságot, meg hogy egy tanúbizonyságot mondjak el, és hogy egy üzenetet. A tanúbizonyság célja az, hogy igen, bántalmazva voltam fizikailag, testileg, szellemileg, lelkileg, és a gyerekeim is lelkileg. Vel annyit akarok mondani, hogy tudom, te is mit érzel. Te, aki ugyanilyen hasonló életben élsz, amiben mi én is éltem, meg az én gyerekeim, tudom, mik a félelmeid, hogy milyen nehéz lépést tenni a kivezető irányba. Nehéz döntés, nem is egyszerű, ugyanis vannak olyan pontok abban a helyzetben, amikor azt hiszed, hogy nem vagy rá képes. Ez az első pont, hogy nem vagy rá képes. Aztán igazi ott a félelem, ami a legrosszabb, hogy mi van, hogyha nem sikerül. Hát én a mai napon azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy ne féljé, mert amiken ezeken az egészen már átmentél, vagy annyira erős, olyan erős vagy, hogy te el se hiszed. Olyan dolgokra leszel képes, amikről azt hiszed, hogy lehetetlenség. Nekem is voltak ilyen pontok az életemben, amikor azt mondtam, hogy én ezt sose fogom tudni megcsinálni, sose tudok ebből megszabadulni. Tudom, milyen nehéz ez. Azt is tudom, hogy erről nem szoktak beszélgetni. De azt viszont úgy érzem, hogy de igenis erről kell beszélni. Nem kell csendben lenni, mert az volt idáig is a hiba, hogy csendben vagyunk. Nem szabad, mert sajnos életeket vesztünk el. Nem elég, hogy tönkre mennek, sajnos ebbe bele is lehet halni. Volt egy pár dolog, nem könnyű dolog, ami erre ébresztett. Ugyanis egy kedves ismerősöm, ő is ilyen hasonló helyzetben volt. Ő rajta kívül még volt két személy, akivel kapcsolatban ugyanúgy. Hát igaz-e, tudjátok, milyen az, a hírek terjednek. Tudtak ezt az emberek, hogy én ma ebben nem vagyok. Szerintem valamilyen szinten, semmilyen magasztalást ebben most ne értsétek félre, hogy nem akarom magam magasztalni, vagy bármi. Csak szerintem, ha valaki még nem sütött csoki tortát, azt nem tudja, hogy kell megsütni a lapokat, meg hogy milyen tőteléket, hogy még életében nem fogod hozzá, akkor szerintem muszáj, hogy valamilyen recept után nézzen. Vagy a YouTube-en, vagy akar egy szakácskönyvbe, vagy ismerősöktől. Hát szerintem ezeknek az embereknek is, ezeknek a nőknek is az volt a céljuk ebben, hogy engem felkerestek, mivel hogy látták azt, hogy én ezen már túl vagyok. Biztos valamilyen módon, valamilyen magyarázatot, vagy támaszt, vagy segítséget biztos akartak, csak én voltam olyan hülye, hogy hallgattam. Elutasítottam őket magamtól. Ezért is határoztam úgy ezen a mai napon, hogy szólok, hogy ma nem leszek csendben. Sajnos ez egyikük közülök, na mindegy, hagyjuk ezt, inkább erről ne beszéljünk. De elkövettem életem legnagyobb hibáját, hogy csendben voltam. Úgyhogy most
Remélem, valamelyikőtöknek nagy segítségre lesz ez az egész, amit mi itt most csinálunk, ugyanis itt van velem a lányom is, aki úgy döntött, hogy feltesz nekem egy pár kérdést, ami remélem, hogy bármelyikőtöknek fog legalább egy szikrányi javulást hozni az életibe, hogy megerősödjön, hogy bátorságot kapjon, és hogy előre lépjen. Még annyit, hogy szörnyű élet volt, ne gondoljátok, hogy könnyű volt nekem is és a gyerekeimnek is. Rengeteg szörnyű dolgon mentünk át. Természetesen voltam fizikailag bántva, szellemileg, testileg. Ahogy én, tudtuk azért a gyerekek is csak lelkileg, de ne gondoljátok, hogy ez is hülyeség, egy apróság, ugyanis nem. Ez volt az egy fő akamúgy, ami felébresztett, amit nem kívánok közületek senkinek, úgyhogy remélem, inkább ez a videó segítsen, mint hogy egy napon akármelyik gyerekőtök hozzátok menjen, és azt mondja nektek, hogy anya, de már tegyél valamit, mert ha te nem teszel, akkor félek, hogy én teszek magammal valamit. Úgyhogy nem kívánom nektek, hogy ezen az úton tegyetek valamilyen döntést ebből a helyzetből. Fel is szeretném akkor szólítani, itt van a lányom, aki majd feltesz nekem egy pár kérdést. Hogy érzed magad most, anya? Hogy érzem magam most? Hát, kicsit kényelmetlenül, de ha milyen kérdés ez most? Pont most ebbe a percbe, vagy úgy, életszínvonalilag? Gondolod? Úgy, életszínvonalilag. Életszínvonalilag. Hát elégedett vagyok, hála Istennek. Jó élünk-e? Jó élünk. Biztonságban vagyunk. Nem vagyunk félelembe. Félelem? Hát, hogy egy kicsit közelebb menjek abba a félelemből. A gyerekek, nagyon nagy szerepet játszik ez a félelem. Mert ez a félelem olyan dolog, hogy a gyerekeim úgy feküdtek le minden este, képzeljétek el, hogy félelembe, hogy vajon lássuk-e anyát reggel, vagy most vajon hogy fog anya megint kinézni reggel. Szóval a gyerekeimben ez a félelem volt. Én bennem milyen félelem volt. Hát, hogy lerövidítsem, még talán, amikor azért a pohar vízi elmentem, hogy megengessem a csapot, azt is félelemmel mentem. Mondhatod a másik kérdést? Ki segített abban, hogy végső döntés hozzá? Ki segített abban? Gyerekek, Isten! Tudjátok, eljártunk a gyülekezetbe, egy családostól az egészen. Nagyon nagy hazugságban voltam. Végig. Nem a gyülekezet által, ne értsétek félre, hanem ez a dolog, hogy harcolj a házasságodé. Igen, harcolj az olyan házasságodé, ami megéri. De egy olyan kapcsolaté, amikor az egyik fél elfordul Istentől, ott ma nincs mi harcolni, mert ott most Isten nincs. Ha az Isten nincs, akkor ott az ördög, ő meg csak azért jön, hogy lopjon, öljön, meg romboljon. Minden téren. Amit csak tud, ellop, akit csak tud, megöl, meg amit csak tud, lerombol. Amit építesz, minden csak lerombol. Úgyhogy hívő, nem hívő szerintem az mindegy. Mert még egy nem hívő is, nem kell, hogy járjon valaki gyülekezetbe, hogy higgyen Istenbe. Az egy dolog, hogy járok gyülekezetbe, hogy olvasom a Bibliát, hogy imádkozok, hogy rendszeres programokban leszek részt, de viszont avval is tisztában vagyok, hogy aki ezekben nem vesz részt, az is Istenhez szól, az is Istenhez imádkozik, ugyanúgy, mikor bajba van, vagy szükségi van rá. Csak az a baj,
Ugyanúgy megint hangsúlyozom, hogy mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem hívő, hogy amikor Isten szól hozzád, és akkor nem hallod meg. Isten mutassa neked az utat, de nem látod meg. Isten mutassa neked az iránt, mégse lépel. Hát így. Másik kérdés. Mi volt ebben a legrosszabb? Hogy mi volt ebben a legrosszabb? Hogy őszinte legyek ebben az egészben. A legrosszabb az a tehetetlenség volt. Amikor azt hittem, hogy nem tudok mit tenni. Végig abban a tudatban voltam, hogy egyik oldalról, hogy én nem vagyok rá képes, másik oldalról, hogy sose szabadulok meg tőle, mert még egészen tavalyi évig, valami októberig, még a bíróság nem lett, végig nem hagyott békén, folyamatosan rendőröket kellett rá hinni minden. Még ugyanúgy itt is megtalmadott, hogy ma nem élünk vele 3 évig, akkor is meg akart ölni, folytogatott. Hát talán ez a legrosszabb, ez az egyik legnagyobb tényező, ami minden asszont arra kényszerített, hogy de ne tegyen lépést, mert benne van az, hogy de úgyse hagy békén. De ez az egész bonyolult, én tudom, bonyolult, meg nem látsz kiútat, meg mi minden, de el akarom neked ebben mondani, hogy hidd el, hogy van értelmi, meg van megoldás is. Nagyon egyszerű. Ellent kell mondanod. Nem szabad neki engedned, meg nem szabad neki hinned. Másik kérdés. Milyen volt az életkedved? Milyen volt az életkedvem? Hát semmilyen. Hosszú éveken át, 15 éven át szar életkedvem volt. Nem volt semmilyen élőkedvem. Hát a legrosszabb talán az volt benne, hogy végig nem láttam, hogy a gyerekem mennyire szenved. Végképp nem is figyeltem. Folyamatosan avval voltam elfoglalva, hogy engem mennyire kell sajnálni, hogy most milyen a monoklim, hogy most mennyire foly az oldalbordom. Vagy amikor háromszor akartam öngyilkos lenni, egyszer bevettem a tablettákat, másodszor elvágtam az ereket a karomon, harmadszor meg megint csak a tablettákat. Hát ilyen életkedvem volt, hogy semmilyen, semmi se érdekelt. Az, hogy engem mindenki sajnált, hát az nekem nagyon imponált, az nekem nagyon imponált abban az időszakban, azt tartottam, hogy mindenki mellém áll, mindenki őt hibáztassa, de a gyerekek az olyan nagy hülyeség. Minek sajnálni? Minek sajnálni valakit? Segíteni kell, nem sajnálni. Most ezt ne értsétek félre, nem arra értem, hogy nekem mintha nem segített volna senkit, dehogy nem, csak hogy azt akarom mondani, hogy te ne sajnáltás magad, mert nem vagy sajnálatra méltó. Többet érsz te annál, több vagy te annál, mint hogy valaki sajnáljon téged. Ennyi. Gondolkoztál-e azon, hogy feladod? Hát ahogy mellébb elmondtam, gondolkoztam rajta rengetegszer. Azokat a dolgokat is, az majdnem valami egyfajta válasz. De még annyit akkor hozzátennék, hogy hogy feladom. Igaz-e az volt? Hogy gondolkoztam azon, hogy feladom a gyerekek. Olyan volt, hogy nem is az, hogy feladom, inkább bíztam abba, hogy na, voltak azok a dolgok is, amit elé felsoroltam, de viszont ott volt az is, hogy bíztam abban, hogy majd csoda történik. Mivel, hogy hívő vagyok, annyit imádkoztam, annyit bőtöltem, azt hittem, hogy majd csoda történik. De hát ez is egyfajta hazugság volt, mert igazán még az elején olyan voltam, hogy talán bátor voltam még az elején. Csak igaz, azt hallottuk mindig, hogy
Akkor már mentünk. De lesz az jobb is. Gromaknál ez normális. Egy-két pofon, ez semmi. Ez előfordul. Vagy ha beléd rúg az órád, az se semmi. Meg senkinek semmi közi. Meg tudom otthon milyen is, hogy ha hívod a csendőröket is, mit mondanak. Nem avatkozunk. Ezek családon belüli ügyek, problémák, amit nektek kell megoldani. Tudom én, hogy ez nem könnyű, mert én ezen minden átmentem. Volt idő, igen, hosszú idő, hogy elfogadtam. Igen. Gondoltad-e, hogy egyszer túl leszel? Nem, álmomba se, gyerekek. Álmomba se gondoltam volna, mert ezen az időszakon végig csak azon voltam, hogy no, hogy ez igazat, mert majd valahogy túléljem. Hogy valahogy túléljem, meg próbáltam olyan benyomást tenni általában. Ha nem voltam éppen olyan helyen leverve, hogy az arcon, amit nem láttak, akkor próbáltam úgy viselkedni, mintha semmi se történt volna. Megjátszottam azt mindenki előtt, hogy minden rendben van, hogy mosolygok, hogy nálunk minden jó. Egyszerűen tagadtam. Végül mi segített abban, hogy lépjél? Hogy mi segített abban, hogy lépjek? Hát igen. Amikor... hát egyszer azt mondta nekem a lányom, egyszer azt mondta nekem, akkor volt 14 éves, hozzám jött, azt egyszer azt mondta, hogy anya, hát te nem teszel valamit, én fogok tenni valamit. Gyerekek, egy az egyben megfenyegetett. Szó szerint vegyétek most, megfenyegetett, hogyha én nem teszek lépést, nem veszek ennek véget, ennek az életszínvonalnak, nem viszem ki őket belőle, akkor ő el fogja venni a saját életét. Hogy én bennem ez milyen volt, mint, hogy mondjam nektek. Ha van gyereketek, el tudjátok képzelni, igaz? Például itt van ez az 5 éves kisfiam, a napokban alig eszik. Hát ki kicsinál engem. Próbálok miha 2-3 kanál ételt is a szájába tenni, de viszont egész nap gyötröm magam azon, rossz nekem, hogy nem eszik. Ez meg hogy ért? Hát most gondoljátok bele, hogy egy kisgyerek milyen fortélyos, ez meg mikor ma ezt mondja neked egy nagy 14 éves tinédzser gyerek egy ilyen ésszel, hogy gyerekek elgondolkoztató, az biztos. Hogy mit váltott ki belőlem, hát óriási nagy bűntudatot, hogy mit teszek, mibe hagyom őket. Csak egy dologért tudok hálát adni Istennek, az, hogy... várjatok, tudjátok, az én gyerekeim olyanok voltak, hogy a világében nem sértettek volna. Most nincs úgy, félre ne értsetek, félre ne értsetek. Olyan gyerekek voltak, hogy mindenki avval dicsekedett, hogy ó, na, ezek az ikrek nagyon jók. Akárhova mentünk, ó, majd mellassatok az ő gyerekeit, nagyon jó megvan. Gyerekek nem. Nem voltak mennevelve. Tudjátok, mi volt velek? Stresszben voltak, félelemben. Ezek meg nem szólaltak. Mindenki azt hitte, azt mondták, hogy ezek nagyon neveltek. Ezek soha nem voltak rosszak, soha nem pofaszták, soha nem rosszálkodtak, semmit nem csináltak. De nem azért, mert jó meg voltak nevelve, hanem annyira stresszben voltak, annyira féltek, még csak meg is szólalni, vagy önmagokat adni, valami szörnyű, teljesen elzartak magukat. A normális gyerekkortól, a normális élettől. Ha mai napban valaki eljönne hozzám, példa, nővéremet mondom, ha eljön hozzám, 5 perc múlva azt mondja, hogy hát én innen megyek, megyek haza. Tudjátok mi?
Mert ezek a gyerekek úgy fel vannak szabadulva, ezek olyan hangosak, ezek olyan merészek, bármi nem mernek tenni, hogy az nem igaz. Hogy idáig börtönben voltak. Hát a anyom mondja is nekem, hogy ezeknek legalább lesz gyerekkoruk, nem úgy, mint nekik. Hát sajnos ez az igazság. De kell, hogy mondjam, hogy valamilyen módon nem is magamnak artottam, mert tudom, felraktam elég sok képet az időkben a profilomra, azt akkor az emberek írkolnak, kommentolnak, hogy ó, sajnálom, mint nem rosszból, nem mondom, hogy jó érzés, de nem kell ma a sajnálat, mert higgyétek el, hogy nem vagyok sajnálatra méltó. Azon, azért sem, én átmentem, mert azért se kell engem sajnálni, mert arról én tehettem. Én voltam a hibás, hogy megengedtem, ugyanúgy, ahogy te is most, aki nézed, megengeded, mert nem csak te rád mondom, magamra is. Én ugyanolyan hibás voltam éveken keresztül, de nem magamé. Ez egy dolog, hogy én is értékes vagyok, hogy én is számítok, de amit a gyerekeimmel tettem, hogy ebbe hagytam őket, ebben nevelkedtek, amit meg tudom neked mondani, hogy látod, soha nem felejtenek el. Úgyhogy az édes kevés, hogy én mit érzek, mit szoktam átérezni, mikről szoktam álmodni, meg hogy mit értem át, az gyerekek lényegtelen. Az, hogy a gyerekednek mit artasz ezzel, hát az nem hülyeség. Az nem hülyeség, azért is mondom nektek, azért is teszem fel ma ezt a videót, hogy de ma azért ébredjetek fel. Ébredjetek fel, mert ti tehetek róla. Ti tehetek róla, mert ne vegyétek sértésnek, mert én is ebbe voltam, tisztában vagyok vele, mindennel tisztában vagyok. Mondhatnék egy csomó példát, amit alá ráébresztene téged arra, hogy mikbe is élhetsz te most, de nem kell, nincs rá szükséges. Nincs rá szükség. Egyszerűen nincs rá szükség, mert tisztában vagy veled te is, én is. Tudom, mivel jön rá. Elég, ha csak annyit mondok neked. Tudom, mivel jön rá, hogyha féltékenység van, ha valaki féltékeny rád. Tudom, mivel jön rá, hogyha valaki figyeli, hogyha késel. Tudom, mivel jön rá, hogy valaki tudni akar rólad mindent, vagy ha kontrollozza a telefonodat. Bármit, ha csak ránézel valakire, mindig mindent, vagy hogy mit veszel fel. Bármit, vagy ha még csak együtt mentek, mert sétáltok együtt ketten, vagy akár elmentek szórakozni, annak úgyse lesz jó végi soha. Soha nem lesz jó végi. Mindig csak te jársz póró. Mindig csak te, de utána főképpen, amit te általad okozva van a gyerekednek, hát az valami szörnyű. Ha meg véletlenül meg akarnád kérdezni, hogy én hogy érzem mama magam, hát szarú, hogy a bűntudat megvan-e még, megvan a bűntudat, de csak a gyerekem által. Csak a gyerekem által, amit neki követtem el. Csak azáltal. Hogy magamat sajnálom-e még, mert rettenetesen sajnáltam, csak magamat, hat nem. Végképp nem. Úgyhogy itt az ideje, hogy te se sajnáld ma magad, vegyél magadon erőt, azt egyszerűen ezt be kell fejezni. Ennyi. Ismersz olyan nőket, akik hasonló helyzetben vannak? A terülmó volt szó, nem? Ha volt. A terülmó volt szó. Ugye, ahogy elmondtam, amiben most se fogok belemenni még egyszer, szétszedni se jobban. Másikat. Ugyanolyan hasonló kérdések. Mégis. Segítettél rajtok, ha nem, akkor miért nem? Hát, azt már elmondtam, hogy nem segítettem rajtok. Miért nem? Hát ezért nem. Mert nem könnyű erről beszélni. Egy nem könnyű, meg valamilyen módon az ember ma, amikor az ilyesmiből megszabadul, a nyugodtságot akár, nem akar ebben részt venni. Úgyhogy így. Ennyi? Ennyi.
Jó, akkor ennyi.